Szeretettel köszöntök mindenkit a hangszereimet bemutató sorozatom negyedik részében. Bár az első részben azt ígértem, hogy csak három részes lesz ez a sorozat. Időközben elkészült egy újabb hangszer a negyedik gitárom, úgyhogy kénytelen vagyok kibővíteni négy részesre ezt a sorozatot. Tehát ezúttal ezt a egyedi készítésű Precision Bass gitárt fogom bemutatni. Ahogy említettem, ez egy abszolút egyedi készítésű, abszolút hibrid Frankenstein. Nem is tudom, minek nevezhetném még ezt a gitárt. A története az nagyon messzire nyúlik. Valamikor a 70-es évek vagy 80-as évek, egészen pontosan nem lehet tudni, hogy mikor a távoli Kelet-Németország, NDK, a szocialista blokk egyik fellegvára a szülőhelye legalábbis ennek a testnek ott működött a Muzima nevezetű gyár, és hát ez a Muzima gyár arról volt elsősorban híres, hogy nyugati gitár modelleket koppintottak, másoltak, és adták el a keleti piacon viszonylag jó pénzért. A Muzima még úgy viszonylag normális minőségű cuccokat is gyártotta legendák szerint, tehát azok még úgy helyek közel elfogadhatóak voltak. Na majd erre egy kicsit később kitérek, hogy mennyire volt ez jó minőség. Szóval ez a, ez a hangszer, pontosabban ez a test eredetileg egy Musima Deluxe 25B típusú basszusgitárnak a teste volt. Én ezt a basszusgitárt eredeti muzimaként 1992-ben vásároltam, használtam. Nem, le, nem tudom megmondani tényleg, hogy, hogy mikor készült, ugyanis a gitáron semmiféle sorozatszám nincsen, semmiféle olyan jel, ami a gyártásra utal. Egyedül összesen a nyakba van egy hetes szám beütve, de nem találtam semmilyen erre utaló információt, hogy ez mit jelenthet. Tehát vagy a 70-es évek, vagy a 80-as évek, bármikor lehet, tehát körülbelül egy 30-40 éves hangszerről beszélünk, amikor erről a muzimáról ejtünk szót. Mondom, én 92-ben vásároltam, akkor meg muzimaként, most mutatok egy képet, valahogy így nézett ki akkor gyári állapotban, amikor én megvettem ezt a gitárt. Ilyen nagyon érdekes sunburst stílusú festése van, ugye ez azt jelenti, hogy kívül fekete, aztán egy ilyen vörösös átmenettel lesz aztán egy ilyen natur fa jellegű a szín. Igazából nekem ez a szín, ez sose tetszett. Azért vettem meg annó ezt a, ezt a gitárt, mert ez volt a boltba elérhető áron használtan, ahol én ezt vettem. Meg akkor nem is igazából tudtam még, hogy mit kell egy basszusgitárról tudni. Annyit tudtam csak, hogy basszusgitárt akarok, mert basszusgitározni szeretnék, és örültem, mint majom a farkának, hogy végig van egy hangszerem. Hát aztán aztán előjöttek a, a gyermekbetegségeim. Tehát ez a... Ez a basszusgitár, ez egy nagyon érdekes jószág volt. Ez a Fender, Jazzmaster vagy Jaguar gitároknak a koppintása volt, és eredetileg ez egy hathúros gitárnak indult, gyártottak is egy csomó ilyet belőle, és aztán utána alakították át, és csináltak belőle egy basszusgitár változatot, nyilván egy picivel hosszabb basszusgitárnyakkal, de nagyjából a az elrendezése, meg a kinézet az körülbelül maradt ugyanaz, mint a, mint a Jazzmaster szólógitároknál. Tehát éppen ezért két pickup van benne, vagy volt benne az egyik egészen közel a híthoz, a másik pedig egészen közel a nyakhoz. Ebből következően valami fertelmesen rossz hangja volt az egész gitárnak. Nem beszélve arról, hogy nyilván ezek a hangszedők is valami saját keletnémet gyártmányú förmedvények voltak. Illetve volt egy olyan lehetetlen nyaka, ami egyszerűen, nem egyszerűen katasztrófa volt. Ezt akkor én még nem tudtam, hogy, hogy amikor ezt megvettem, hogy ez ennyire vacsak, én nagyon örültem neki, hogy van egy hangszerem, amit ha bedugtam szólt, és hát nagyon örömmel játszottam rajta. Aztán azt vettem észre idővel, hogy a koptatólap, ez a takaró lemez, ami a gitárnak a testének a nagy részét elfedi az ugye elkezdett repedezni. Találtam a neten egy képet, ami hát nem az én gitáromról készült, de hasonló. Tehát itt lehet látni valahogy, valahogy ilyen szinten kezdett el repedezni ez a, ez a koptató lemez, vagy ez a takaró lemez. És hát nem volt mit tenni, ezt valahogy le kellett cserélni. És amikor leszettem ezt a takaró lemezt, akkor láttam, hogy alatta az elektronika és gyakorlatilag kezd szanaszét rohadni. Szó szerint, Hát itt a, a, a vezetékek, ahogy hozzáértem, szinte elporlattak maguktól, tehát egy, egy hihetetlenül silány minőségű valami vacak kerekedett itt a végére ki. És aztán utána, hát csináltattam, vagy csináltam egy 05-ös horganyzott lemezből egy ilyen csodálatos takaró lemezt, gyakorlatilag a alakja az ugyanolyan, mint az eredetinek, ugye azt még ott sikerült egy papírlapra a kontúrokat lerajzolni, és utána kivágni belőle, és gyakorlatilag ez a, ez a 0.5-ös lemez került aztán rá a gitárra, az elektronikát akkor már nagyon leegyszerűsítettem, igazából itt vannak a gyári hangszedői, tehát egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas kis jószágok ezek, érdekesen van felfogatna, ugyanis itt a a felfogatási pont az egy menetes rész, egy csavar gyakorlatilag ezzel a menettel magához a koptatóhoz vagy a takaró lemezhez rögzíti a hangszedőt. Tehát nem a, nem a gitár testéhez, hanem a koptatóhoz, a takaró lemezhez van rögzítve a hangszedő. És hát itt látszik talán valamennyire, hogy itt mindösszesen ezt a kis nem tudom mennyire látszik így, ezt a kettő csonkot sikerült itt megőrizni az eredeti vezetékből, és ezt tudtam aztán újra forrasztani. Tehát gyakorlatilag ennyi maradt az eredeti vezetékből, még szerencső, hogy ennyi maradt, és hozzá tudtam forrasztani aztán egy új vezetékhalmazt. És gyakorlatilag így készült el aztán, aztán a gitárnak egy, hát mondjuk így, hogy nem felújított, inkább, inkább használható állapotba hozott verziója. De amiben ugyanezek a hangszedők voltak, ugyanaz a nyak, tehát a gyári nyak, aminek hát a gyári nyak is itt van, itt van az eredeti nyak, e, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes jószág, alapvetően nem lett volna ez rossz, itt szépen le volt festve feketére, hátul is egy ugyanez a Sunburst színfestés volt, majd később mindjárt szóban elmondom, hogy miért is nem úgy néz ez most ki, és hát tulajdonképpen itt egy rózsafa fogólap van még rajta. Itt lehetett a, egy ilyen hatlapfejű anyával, aminek át vannak furva a, a fejei, tehát gyakorlatilag egy bármilyen pálcával lehet, lehetett volna állítani a nyak görbületet. Hát ez most körülbelül így néz ki már ez a nyak, tehát ez nem a, nem a legtutibb, és hát itt látszik, hogy egy, egy hetes szám van beleütve, ford fejjel lefele, tehát itt látszik ez a hetes szám, ami be van ütve. Ez az egyetlen egy bármilyen jelzés ebben a, ebben a gitárban, ami fogalmam sincs, hogy mire utal. Hát gyakorlatilag ez a nyak, ez egy hihetetlenül kényelmetlen, nagyon rossz profilú, nagyon vastag, nagyon borzasztó, borzasztóan rossz nyak volt. De ettől függetlenül, hát azért lehetett rajta játszani. Ez egy ö, rövid menzúrás, 32 incses menzúrás nyak, ebből következően ugye az eredeti húrláb, az valahol itt volt, egy ilyen Csunomatik típusú húrláb volt ide fölcsavarozva, hát az is itt van még igazából. Igazából ez a húrláb, ez nagyon jó pofának tűnik, hogy így be lehet állítani a magasságot, meg, a, meg, az oktávot rajta. Gyakorlatilag ezek a úrtartó babák, bár úgy tűnik, mint a fényből lenne, de igazából egy vacak műanyagból van, és hát hogyha megszakad a menet, akkor gyakorlatilag az oktáv beállítás, intonáció beállítás az gyakorlatilag lehetetlenné válik. Szóval igazából ez is egy meglehetősen csillány minőségű valami. És hát itt, vannak a, itt van az egyik példány az eredeti vagy rajta lévő kulcsokból, amikor én megvettem, ez volt az egyik kulcs, azok közül hangoló kulcs, ami rajta volt. Hát itt valószínűleg a előző tulaj mahinát rajta, mert itt egy elég ronda forrasztási nyomok vannak, és az egész le volt festve csodálatos szép mat feketére, ezt a csodálatos szépet tessék idézőjelbe venni. Minden esetre nagyon örültem neki, hogy van ez a hangszer is, és szót. Sokáig aztán csak itt parosodott a sarokba, hát nyilván lettek új hangszereim, meg normális gitárjaim, és akkor, és akkor nem is nem foglalkoztam én ezzel, hogy, hogy uh, itt van, nem kért tenni, el volt ott a sarokba, aztán egyszer kitaláltam, hogy mi lenne, hogy ha csinálnék belőle valamit, ami, ami, kezd hasonlítani egy gitárhoz. Úgyhogy két évvel ezelőtt tavasszal nekiálltam, és hát felújítottam ezt a gitárt, gyakorlatilag itt annyit történt a felújítás kapcsán, hogy teljesen eltávolítottam az eredeti festését, ezt a Sunburst festést, és egy ilyen natur gyakorlatilag egészen fáig lecsiszoltam, a nyakat is, a testet is, a fejet is, tehát a gitár fejét is. Vettem új hangolókulcsokat, egy készletet, azokat szereltem föl rá, de gyakorlatilag a, ugyanez a 05-ös lemezből készült koptatólap ment rá vissza, ugyanazok a gyári hangszedők mentek bele vissza, amik eredetileg is voltak, ugyanaz a híd ment rá vissza. Hát gyakorlatilag túl sokat nem értem el vele, annyit sikerült itt a kis optikai tuninggal, hogy már gyakorlatilag úgy be lehetett állítani a többi gitár mellé, úgy nézett ki, mintha egy gitár lenne, de játszani azt igazából továbbra se lehetett, ugye beállítani nem lehetett, a nyak az, az borzasztó maradt, és hát a hangja is egy förtelem volt továbbra is, tehát egyszerűen ezek a, ezek a keletnévet zajosak is voltak, meg szarul is szóltak, na mondjuk ki. Aztán, aztán eljött a idei év, és hát azon gondolkodtam, hogy kéne valahogy egy, egy preckó, de hát venni az túl egyszerű. És akkor éppen azért eszembe jutott, hogy itt van ez a gitáram, ami gyakorlatilag a gyári állapot az abszolút ö, nem érhető már el. Tehát innentől kezdve, hogy nekiállok és elkezdek itt mindenféle dolgot barmolni rajta, nagy veszteség nem fog érni. Ha nem sikerül, legfeljebb majd rádobom a tűzre és a bogrács alatt a vagy vagy el, elfüstöl majd ez a száraz fa. Szerencsére aztán nem így lett, úgyhogy úgy döntöttem, hogy átalakítom ezt a gitárt, és egy, és egy Precision Bass gitárt csinálok belőle. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy Precco vagy Precision Bass, akkor ugye automatikusan ez a osztott dominószerű hangszedő, az a jellegzetessége ezeknek a hangszereknek, ami egyből beugrik ezekről a gitárokról. És hát hogyha megnézzük ezt a régi takarólemest, hát ezen ugye két single coil hangszedő volt, ráadásul most gyakorlatilag így ez passzolna így ide, tehát gyakorlatilag az egyik itt teljesen majdnem a nyaknál, a másik pedig egy kicsit hátra, régebben ugye itt volt ez a e, uh, a uh, tartó bakja, de gyakorlatilag itt egészen hátul volt a másik, hát látható, hogy ugye itt a, uh, itt a Precision hangszedőnek egészen máshol van a helye, úgyhogy első lépés az az volt, hogy miután levettem ezt a takaró lemezt, hogy egy ki kellett vésnem a preckó hangszedőknek a helyét, a régi hangszedők helyét pedig be kellett tömnöm, hogy ez a hatalmas lyuk ne égtelenkedjen ott. Itt van ez a csepp alakú rész itt a régi hangszedőnek a végén, ez nem véletlenül ilyen alakú, ugyanis ez valóban egy ekkora üreget takart, tehát az eredeti hangszerben itt egy hatalmas nagyméretű üreg volt az elektronikának. Ugye itt ennek egy hangerő is a két potméternek külön tón, két hangszedőnek külön tón potmétere volt, illetve egy sűlyeztett jack hajzat. Úgyhogy itt is ezt a részt is ki kellett még egy picit itt tömködnöm. Szépen egyenesbe hoztam, és hát utána a legegyszerűbb az volt, hogy egy vékony fa lemezt vágtam ki ilyen alakúra, és azt ragasztottam rá és gyakorlatilag ezzel tüntettem el ezt a rengeteg e, rést és rengeteg mélyedést és lyukat üreget ami ebben a gitárban volt és gyakorlatilag maradt egyedül a, a hangszedőnek illetve itt az elektronikának, amit itt a e, koptató eltakar, itt maradt összesen egy üreg nyilván aztán utána utána ragasztó megkötött itt csiszolás hegyekkel Sikerült aztán úgy nagyjából uh, egyenesbe hozni, és teljesen úgy néz ki, mintha ez itt egy. Tehát így a festék nagyon szépen eltakarja, hogy nem látszik, hogy uh, mi is van mögötte. Ahogy mondtam, ez egy abszolút hibrid hangszer. Ezt a nyakat ezt külön vásároltam. Uh, ez egy ilyen Dr. Parc típusú Nóném, igazából a legolcsóbb, kapható, legolcsóbb a piacon kapható nyak. Kifejezetten ez egy, egy, ez egy Preckó nyak természetesen ugye ennek a nyak szélessége szélesebb, mint az eredeti nyaknak, tehát itt a nyakzsebet is ki kellett mélyítenem, ki kellett vésnem, és ugye be kellett illesztenem, hát sajnos itt az illesztésnél egy icipici mellé mérés történt, vagy hát, hogy hát egy igazából az illesztés nem egészen pontosan lett, talán körülbelül egy, egy vagy két milliméterrel egy picit odébb csúszott a dolog, úgyhogy a húrok nem egészen szimmetrikusan állnak a nyak fölött, hát itt a, 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 G húr az egy picit, picit lejjebb lóg, az elhúr pedig egy picit beljebb van, mondom tényleg itt egy-két milliméter eltérés van, de igazából alapvetően különösebben nagyon nem feltűnő, és a, esztétikailag talán csúnya játékérzetben, vagy játszás szempontjából annyira azért nem befolyásol dolog, de hát esztétikailag van itt azért más csúnyaság is ezen a gitáron. Ugye a kulcsok azok még a az előző felújításból származnak, tehát az külön nem. A húrláb az pedig a Fender Jazz Bass-emről származik, ugye arra vettem egy Hymes húrlábat, ugye ez a húrláb, ez, a, ez egy Fender húrláb, ez pedig átkerült ide. A hangszedőt azt ö, használtam, vásároltam. Ez egy Squire Classic Vibe gitárból származik. Ugyanígy használta koptató lap is. Ugye itt az eredeti koptatónak, az eredeti Predsco koptatónak van itt még egy ilyen kis szarva, hiszen a gitár alakja más. Ö, itt is mondjuk még ez volt a legegyszerűbb, mert ezt egyszerűen egy szikével le tudtam vágni, formára vágni és utána szépen becsiszolgatni. Úgyhogy gyakorlatilag most ez a hangszer, ott tartunk, hogy, ö, hogy hosszú idő után, 30-40 év után játszhatóvá vált. Tehát lett egy olyan nyaka, amit meg lehet fogni, amin le lehet fogni normálisan a hangokat, és van benne most már egy olyan hangszedő, aminek normális a hangja. Az elektronika, ez az saját készítésű, a gitárban található elektronika, gyakorlatilag egy egyszerű potméter és egy jackhajzat van benne. A hangszín szabályzó potméter hiányzik, de ez nem véletlenül. Én eleve soha nem használom, mindig föl van tekerve, tehát nem nagyon szoktam a gitáron a hangszín piszkálni. Így gyakorlatilag egy forrasztás, meg egy potméter helykialakítást megspóroltam magamnak. Tehát gyakorlatilag tényleg csak a hangerő szabályzó botméter, amivel le tudom venni a gitárnak a hangerejét, hogyha nem akarom, hogy szóljon. Illetve a jack csatlakozó, jack hajzat található csak itt a, a gitáron. Hát körülbelül ennyi, amit erről a hangszerű most így első blikre el tudok mondani. Ugye egy napja készültem el vele, tehát igazából túl sok mindent, még az hogy most akkor ez mennyire, milyen. Nem tudok, nem is biztos, hogy hogy kell most ezzel foglalkozni, hiszen ez nem egy gyári hangszer, ez abszolút egy saját készítésű. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült így elkészítenem, sikerült így megcsinálnom, eladni. Nyilván nem fogom, nem lehet eladni ezt a gitárt, hiszen amennyi pénzt én erre ráköltöttem, annyira már lehet venni egy normális, gyárilag összerakott gitárt aminek nincsenek meg azok a hibái, amelyek, amelyek ezen azért ott vannak. Ez nekem egy nagyon jó móka, hogy végre van egy van egy preckóm, van egy precision hangú gitárom, ami úgy szól, mint egy preckó. és tényleg az, hogy ez a, ez a hangszer, ez a, ez a gitár, mint az első gitárom, most már ö, ismét hangszerként funkcionált, és ismét lehet rajta játszani. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Nem kell feliratkozni, nem kell lájkolni. Ha megteszed, nem baj, de nem erről szólt ez az egész. Legjobbakat. Hello.